Üdvözöllek benneteket! A mai videónk témája az abszolút értékes egyenlőtlenségek. Ha visszaemlékezünk, egy előző videóban már az abszolút értékes egyenlőségekről beszéltünk, oldottunk meg feladatokat, és az ott tanultakat nagyon szépen föl tudjuk használni a mai óránkon is. A feladatunk, amit láthatjuk, egy abszolút értékes kifejezés, nagyobb, illetve kisebb egy bizonyos számtól. Először is nézzük, hogy mi is az az abszolút érték, ha már erről beszélünk. Az abszolút értékről tudni kell, hogy egy számnak a nullától való távolsága. Mit is értünk ez alatt? Vegyünk például egy 3-as számot, tehát egy pozitív számot. A 3 lépésre van a nullától. Ugyanígy a másik oldalon, hogyha veszünk egy másik számot, például a -3-at, a -3 is 3 lépésre van a nullától. Tehát attól függetlenül, hogy melyik oldalon helyezkednek el, a nullától való távolságuk mindig egy pozitív szám, tehát nem mondhatom azt, hogy én -3 sarokra lakok valakitől, hanem azt mondom, hogy 3 sarokra, akár az egyik oldalon, akár a másik oldalon. Ezért, amit már az előtt is mondtam, tehát az abszolút érték a nullától való távolság. És láthattuk, hogy akár pozitív, akár negatív számnak az abszolút értékét veszük, az mindig pozitív. Tehát, amit föl fogunk használni, a 3-nak is az abszolút értéke 3, és a -3-nak is az abszolút értéke 3. Tehát láthatjuk, hogy két különböző számnak is, két ellentétes számnak is ugyanaz az abszolút értéke. Pont ezt a tulajdonságot fogjuk akkor felhasználni az egyenlőtlenségek megoldásánál, hiszen mondhattuk, hogy van két lehetőségünk, ugye a 3-nak és a -3-nak is, tehát volt egy pozitív, és volt egy negatív kifejezés az abszolút értékben, és mind a kettőnek az abszolút értéke 3 volt. Tehát amikor mi egy ilyen egyenlőtlenséget kapunk, akkor valójában ki kell vizsgálnunk úgy a pozitív részt, és úgy a negatív részt is. Tehát két kis feladatra fogjuk oldani a mi feladatunkat. Na akkor most konkrétan is nézzük a feladatunkat. Még egyszer, abszolút értékben x-2 nagyobb, mint 3. Tehát veszem a pozitív, illetve a negatív részt. A pozitív részben, ugye valamilyen pozitív szám van, a pozitív résznél nagyon könnyű a dolgom, hiszen a pozitív szám abszolút értéke is ugyanaz a szám, tehát minthogyha az abszolút érték ott nem lenne ott, így ezekben az esetekben egyszerűen csak elhagyom az abszolút értéket. Tehát ami volt, abszolút érték nélkül leírom. És már látható is, hogy kaptam egy nagyon-nagyon egyszerű kis egyenlőtlenséget. Ezt megoldom úgy, hogy ismeretlenek a bal oldalon, ismertek a jobb oldalon, jelen esetben a -2-t átviszem a jobb oldalra, ugye lesz belőle +2, és megkapom, hogy x nagyobb, mint 5. Ez volt az az eset, amikor egy pozitív szám volt az abszolút értékben. Mi van akkor, hogyha az abszolút értékben negatív szám van? Nézzük csak, -3-nak az abszolút értéke +3, tehát pont ellentétes számot kapunk, éppen ezért azt mondjuk, hogy ami az abszolút értékben volt, ezt most zárójelbe teszem, és egy mínusz teszek elébe. Tehát ezzel fejezem ki ugye az abszolút értékben lévő kifejezésnek az ellentét számját. Hogyan szabadulok meg a zárójeltől, hogyha mínusz van előtte? Hát egyszerűen úgy, hogy minden előjelet megváltoztatunk. Vigyázat, mivel az x-nek nem volt előjele, ezért ugye pluszt veszünk, így lesz neki mínusz, tehát megváltozik. A -2-nek is egyszerűen megváltozik, tehát lesz belőle +2. Miután így megoldottuk, megszabadultunk a zárójeltől, már csak rendeznünk kell, ugye -x az marad a bal oldalon, a +2 pedig szépen átvándorol a másik oldalra, és lesz belőle -2. Így akkor azt kapjuk, hogy a -x nagyobb, mint 1. Mivel nem -x-et keresünk, hanem +x-et, illetve hogy az ismeretlen előtt negatív számban, ezért be kell szorozni -1-jel. Minden előjel, illetve minden jel megváltozik. Vigyázzunk, tehát a -x-ből lesz +x, vagy csak egyszerűen x, a nagyobbból lesz kisebb, ezt nagyon sokan elfelejtik, és innentől kezdve ugye már rossz végeredményt kapnak, és a +1-ből lesz majd -1. Láthatjuk, hogy két megoldás halmazt kaptunk. Az egyik részen azok a számok, amelyek nagyobbak, mint 5, a másik oldalon pedig azok a számok, amelyek kisebbek, mint -5. Tehát akár az egyik, akár a másik megoldás halmazt vesszük, ezek mind beletartoznak a megoldás halmazba. Hát akkor próbáljuk meg fölírni a megoldás halmazt.
Láthatjuk, hogy a negatív oldalon a mínusz 1-től kisebb számok vannak, tehát ezzel fogom akkor fölírni. Tehát a megoldás halmazba tartoznak mindazok a számok, amelyek kisebbek, mint mínusz 1, vagyis mínusz végtelentől mínusz 1-ig. És mert van még egy halmazunk, ugye a halmazoknak az összességét, vagy összegét unióval jelöljük, a másik halmazban pedig az 5-től nagyobb számok tartoznak, vagyis az 5-től a plusz végtelenig. Akár melyik számot veszem, akár az egyik halmazból, akár a másik halmazból, igaz egyenlőtlenséget fogok kapni. Tehát akár egy mínusz nagy számot veszek, akár egy nagy pozitív számot veszek, mindenféleképp az abszolút érték nagyobb lesz, mint 3. Ebből a megoldás halmazból nézzük most akkor a számegyenesen, hogyan fogjuk ezt ábrázolni. Tehát két dolgot kell, hogy ábrázoljunk a számegyenesen. Egyrészt az, hogy x nagyobb, mint 5, másrészt pedig az, hogy x kisebb, mint mínusz 1. Mindegy, hogy melyikkel fogjuk kezdeni. Mindenféleképp szükségünk lesz a számegyenesre, középen a nullával, jobbról ugye a pozitív számok, balról pedig a negatív számok. Hát akkor kezdjük a negatív oldalon, megkeresem a mínusz 1-et. Mivel mínusz 1-től balra lévő számokat keresek, tehát a megoldás halmaz balra fogom húzni. Ez lesz az egyik megoldás halmaz, viszont van még egy megoldás halmazom, azok a számok, amelyek 5-től nagyobbak. Tehát megkeresem az 5-öst, és tőle jobbra lévő számok, azok lesznek a megoldás halmaznak a második részében. Tehát láthatjuk, hogy a kékkel jelölt rész, ez mind beletartozik a megoldás halmazba. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy minden valós szám, kivéve a mínusz 1-től az 5-ig lévő számokat. És ezt fogjuk felhasználni az ellenőrzésnél is, ugyanis, hogy ne kelljen egyikre és másikra is külön-külön számolgatnom, megnézem, hogy a úgymond nem megoldás halmazból, ha veszem a nullát, mert ugye legkönnyebb a nullával számolni, igaz állítást kapok-e? Hát elméletileg hamisat kell, hogy kapjunk, ha már ugye ez nem a megoldás halmaz. Tehát fogom az eredeti feladatomat, veszek egy számot a nem megoldás halmazból, ami a nulla, azért, hogy könnyen tudjak vele számolni. 0 mínusz 2, hát az mínusz 2, annak az abszolút értéke is plusz 2. Igaz-e, hogy a 2 nagyobb, mint a 3? Hát természetesen ez nem igaz. Ez a nem igaz, vagyis hamis, ez azt jelenti, hogy a nulla nem tartozik a megoldás halmazba. Tehát azt jelenti, hogy jól választottuk ki, a mínusz 1-től balra és az 5-től jobbra lévő számok igenis beletartoznak a megoldás halmazba. Így oldottuk meg ezt a feladatot.